ahogy készülgettem, sok igét átolvastam, illetve kikerestem. Az is lesz a kérésem majd, hogy vegyünk elő Bibliát, és akkor inkább én diktálom az igehelyeket, és kérek majd valakit, hogy olvassa föl. De az alapigénk a sok kikeresett igéje közül Péternek az első leveléből a 4. rész 10. és 10. versét választottam. Tehát Péter első levele, 4. rész 10. verséből. Álljunk föl egy pillanatra, könnyebb. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Eddig az ige, foglaljunk helyet. Mostanában többször volt róla szó, hogy hogyan is szolgáljunk a gyülekezetben, és mivel is szolgáljunk, kinek mi legyen, vagy mi a szolgálati területe, hogyan kellene ezeket megtalálni. Ezzel kapcsolatban korábban már kezembe került egy könyv, és néhány gondolatát szeretném ennek megosztani, mert úgy gondolom, hogy ez a testvérek számára is hasznos lehet. Ami az én alap kérdésem vagy gondolatom volt, hogy a szolgálatnak kell-e fáradtságos, nehéz és keserves munkának lenni, és az, ami megtetszett ebbe az egész könyvbe, ami az én mai alapgondolatom, hogy nem. Tehát lehet jókedvel és szívesen szolgálni. Ennek a könyvnek az a címe, hogy megajándékozott vagy. És a könyvnek az alapgondolata az, hogy túl azonkon a lelki ajándékok, hogy mondjam, sokféle lelki ajándékot adott a Jóisten az embereknek, de vannak olyanok, ez különbözőképpen csoportosítja ezeket, és vannak olyanok, amelyek kifejezetten a saját személyes lelki ajándékaink. Ezeket ő motivációs ajándékoknak hívja ez a könyv, aminek a nevéből is adódik, hogy ezek azok az ajándékok, amelyek egyrészt teljesen a személyünkhöz alkalmazkodtak, vagy hogy mondjam, személyünkre szabta Jóisten. Másrészt ezt onnan tudjuk meg, hogy ezek azok a dolgok, amiket a legszívesebben, legjobb kedvel, legjobb módon, legjobban, leghatékonyabban tudjuk végezni. Úgyhogy ez volt az én alapgondolatom, ami mint egy öröm hír lehet a mai estén. Természetesen nem a karácsony miatt gondoltam az ajándékokra, bár ugye az Úr Jézus maga az ajándék karácsonykor. Milyen fajta ajándékaink vannak? Itt a Bibliában levő ajándékok különböző felsorolásokat csoportosítja ez a könyv. Az egyik ilyen az úgynevezett manifestációs ajándékok. A szó azt jelenti, hogy valamilyen elrejtett vagy nem nyilvánvaló dolog nyilvánvalóvá válik. Ebben az esetben a Szentlélek általunk akarja működtetni ezeket az ajándékokat. Tehát ez az ajándék nem annyira a sajátunk, egyszerűen mint egy átfolyik rajtunk, és nem is feltétlenül állandó dolgok ezek, hanem egy-egy alkalomra szólhatnak. Az lenne a kérésem, hogy az első korintusi levél 12. részéből a 7-től a 10. versig, ha felolvasná valaki. 1. Korintus 12, 7-től 10-ig. Köszönöm szépen. Ebből is látszik, hogy mindenképpen a Szentlélek adja ezeket az ajándékokat. A léleknek a megnyilvánulása, ugye ezt mondta, ami visszatérő gondolat többigében is azért, hogy használjon vele. És itt a nem állandóság, hanem az alkalomról alkalomra megnyilvánulás
Pálnak talán a gondolata ott látszik, vagy többször látszik, ugye, hogy akár még pünköstkor is, hogy mindjárt megteltek Szentlélekkel, vagy több ilyen szereplő is van a Bibliában. Tehát nem, mondjuk ezt Dávid királyról olvastam, és az úgy nagyon meg is maradt bennem, hogy a Jóisten lelke vele volt, és vele is maradt. De több helyen olvassuk, hogy és akkor megtelt Szentlélekkel, és tett valamit, vagy mondott valamit főleg. És ezért mondja ezt, hogy a megnyilvánulással kapcsolatos, és nem folyamatos ajándékok ezek. A másik csoport, amit szolgálati ajándékoknak nevez ez a könyv, amikor Jézus ad személyeket, mint ajándékokat a gyülekezetbe. A Efézusi levélből szeretnék egy részletet, ha felolvasna valaki, mondjuk a 7., tehát Efézus 4. rész 7. versétől, Efézusi levél 4. rész 7. versétől. A 12. Tehát, amint mondottam, Jézus Krisztus, amikor felment és a magasságba ajándékokat adott az embereknek, ezek a mi gyülekezetünkben is bizonyos személyek, apostolokul, profétákul, stb. Szintén nem csak úgy dísznek, hanem hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Erről azt mondja ez a könyv, hogy ez egy folyamatos fejlődés eredménye egy adott személy életében, ebben mint egy belenövünk. És a legfőbb gondolat, amire az egészet elővettem, a motivációs ajándéknak nevezett dolgok. Tehát ezek kegyelmi ajándékok, és mint az ajándékok általában ugye nem érdemeink szerint van, és teljesen Istennek a szuverén kegyelmén alapulnak. De mindenki számára ad ilyen ajándékot a Jóisten. Ezek az ajándékok kezdettől fogva ott vannak az életünkben, mint alapértékek, alapfelszereltségek, ugyanúgy, mint a testi és lelki alkatunk. Ezek az ajándékok személyünkhöz tartoznak, ezek áthatják és formálják a személyiségünket. A Római Levél 12. részéből a 6-tól 8-ig terjedő versek szólnak erről. Hát ugye igazán a feladatunk az lenne, hogy kiderítsük, hogy és akkor ezek közül melyik a miénk, ami személyes, és melyik az, amit legjobban tudunk végezni. Az előző gondolatokra utal, tehát, hogy Isten mindenki számára ad ajándékot, és ezek már kezdettől a mi életünkben ott vannak. Amit már sokszor hallottunk, hogy Isten már a világ teremtése előtt, az ő terve szerint előre személyesen megalkotott minket. A 139. Zsoltár 13-tól 16. verseig szeretném, ha felolvasná valaki. Tehát 139. Zsoltár 13. verstől 16-ig. Még egy néhány vers, ami a Pálnak az Efézusi levelében van, több helyről egy-egy vers, ezt most én olvasom inkább. Tehát az Efézusi levél első rész 3. versétől. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Aztán a 11. vers, ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. 2. rész 10. verse, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Tehát, amit már említettem is, hogy
Istennek előre terve van velünk, vagy terve volt velünk, és ingyen szeretetből adta az ő ajándékait, és egyedülálló csomagja van mindenkinek. Ugyanakkor ez egy figyelmeztetés a számunkra, hogy mivel szabad akaratunk van, eldönthetjük, hogy ezeket az ajándékokat egyáltalán felkutatjuk-e, kibontjuk-e, ha lehet ezt mondani. Tehát eldönthetjük-e, hogy használjuk-e, vagy akár nem használjuk, esetleg visszaélünk vele. De ismerjük a talentumoknak a példázatát, hogy az a feladatunk, hogy ezekkel az ajándékokkal gazdálkodjunk, ezeket értékessé tegyük, növeljük, és hasznot hajtsunk velük. Ez az egyik visszatérő gondolat, ami engem megfogott. Tehát, hogy egyrészt szeretetből, de nem feltétlen azért, hogy, ahogy mondani szoktuk, nekünk jó legyen, vagy kényelmes legyen, vagy örüljünk, hanem mindenképpen, hogy használjunk vele. És az alapigénk, amit felolvastunk, ugye, hogy Péter apostol is erre buzdított, hogy amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak. Tehát van ajándékunk, szolgáljatok egymásnak, vagyis használjuk. Pál apostolnak a Timóteushoz írott levelében is figyelmezteti, többször is két alkalommal olvashatjuk ezt Timóteus felé: ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékokat, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Második Timóteusi levélben is: ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, mely kézrátételem által van benned. Tehát a tevékenységeink során mintegy megmutatkoznak a motivációs ajándékaink, ezek határozzák meg, hogy milyen úton, módon szolgálunk az emberek felé, melyek azok a, miért teszünk meg bizonyos dolgokat, melyek azok a tevékenységek, amelyeket leginkább el tudunk végezni, és amelyek számunkra a legnagyobb örömet jelentik. Ez lenne a mai fő gondolatom, hogy van saját személyre szabott ajándékunk, és ezt onnan tudjuk meg leginkább, hogy melyik az a dolog a szolgálatban, amit a legszívesebben teszünk, és tulajdonképpen a leghatékonyabban is, vagyis leghasznosabban. Az ajándékoknak a felfedezéséről, vagyis hogy hogyan tudjuk meg, hogy mik is a mi ajándékaink, sorol fel néhány gondolatot. Ez az, ami megint a nem könnyű kategória, azt gondolom. Róma 12.1. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, vagyis oda kell szánni magunkat, mint élő áldozatot. Ugye más képet használva építő kövekként bocsátjuk magunkat a Jóisten rendelkezésére, sőt, az egy másik vagy harmadik kép, hogy mi magunk is a Szentlélek temploma vagyunk, de maradjunk itt a építő köveknél. Hagynunk kell, Istennek szabad kezet kell adnunk, hogy megformáljon, kiformáljon, megmunkáljon és a helyünkre illesszen a gyülekezet épületében. Ez az odaadás az egyik előfeltétel. A római levél 12. rész második versét, ha valaki felolvasná, tehát Róma 12.2, és majd a harmadik is lesz később. Tehát a gondolkodásunk megváltozása a második lépcső. Meg kell változtatnunk az értékrendünket, a világhoz való viszonyunkat, és hogy az is szokott még a probléma lenni, hogy tulajdonképpen valahol a világból, vagy korábbi rossz beidegződésekből alakulhat ki valami fajta gátoltság. Tehát ezektől kell megszabadulnunk, és a isteni mércék felé fordulni, hogy újra felépülhessünk. Eznek a fokozatai, hogy saját tapasztalataink alapján éljük át, hogy Isten akarata számunkra nagyon jó.
minél inkább jónak ismerjük meg Isten akaratát, és azt tesszük is, annál kedvesebbé válnak Isten útjai a számunkra, amíg csak minden dologban meg nem látjuk Isten tökéletességét. Hát itt azt kívánom magamnak is, meg mindenki másnak is, hogy saját tapasztalataink alapján éljük át, hogy Isten akarata számunkra nagyon jó, mert hogy tesszük az ő akaratát, és ebből megtapasztaljuk. És ami nem igazán tudtam lefordítani magamnak, de majd mindjárt magyarázom, ezekben fejlődve megtaláljuk a hitünk mértékét. Itt ez egy furcsaság, mert ugye valahol az él bennünk, hogy a hitünk az hiányos, és ha kérünk, akkor az egyre több és több lehet, és határa csillagos ég. Úgyhogy ez a mérték, ez valami behatároltságot jelent. Én inkább úgy magyaráznám ezt, vagy fordítanám, hogy a hitünknek a irányultsága. Tehát nem nagyobb vagy kisebb, hanem ilyen irányú vagy olyan irányú. A 12. tehát Római Levél 12. rész 3. verse említi ezt a mértéket. Tehát Pál apostol is emleget valami fajta hit mértékét. Ha felfedezzük, hogy hogyan működhetünk, amely azt jelenti, hogy mely feladatokat végezzük a legnagyobb örömmel, legnagyobb motivációval és a legjobban, megállapíthatjuk, hogy ehhez a hit is rendelkezésre áll. Tehát tudjuk, hogy ezeket a dolgokat jól el tudjuk végezni. Önbizalomnak is mondhatnám ezt. Ezzel megtaláltuk egyéni szintünket, személyes részünket és különleges funkciókat, ugye visszatérve, hogy ezek az ajándékok a mi sajátjaink. Elsődleges felelősségünk és elhívásunk, hogy a nekünk szánt helyet Krisztus testében megtaláljuk. Ez akkor fog sikerülni, ha a motivációs ajándékainkat felfedezzük. Erre szerettem volna buzdítani a testvéreket, és amikor imádkozunk, akkor én most felsorolom, amiket én gyűjtöttem össze, tehát hogy hálát adjunk a ajándékainkért, kérjünk odaszánást a Jóistentől, hogy oda tudjuk szánni magunkat az ő szolgálatára, és ez is segítsen a mi saját ajándékainknak a felfedezésében és kiteljesítésében, illetve ezek által aztán megtaláljuk a szolgálati helyünket. Azután egy az előzőektől független dolog. Ugye azért vagyok én most itt, mert Zsolt testvérünk TV felvételen van. Azért imádkozzunk, hogy ez a felvétel ugye a milyen TV? Pax TV. Szóval ez egy evangelizációs alkalom, amelyért imádkozhatunk, hogy ne hiába való legyen az ő szolgálata. Mindazok, akik látják, hallják őt, azok kapjanak valamit ő általa, a Jóistentől. És az lenne a kérdésem, hogy kinek van még hozzáfűzni valója, tehát bizonyságtétele vagy ima kérése. Jó, tehát a előbb felsorolt gondolatok jegyében szeretném, ha minél többen imádkoznánk. Imádkozzunk. Istenem, köszönöm én is, hogy ajándékokat adtál nekünk a te szeretetedből, ingyen kegyelmetből. Én is azt kérem, hogy hadd tudjuk ezeket felfedezni azzal a tudattal, azzal az indítatással, hogy az lesz nekünk a legjobb, amit te nekünk adtál személyesen. Azzal tudunk legjobban használni, abban leljük a legnagyobb örömünket. Adj nekünk kíváncsiságot, odaszánást, alázatot, hogy akarjuk és tudjuk ezeket megtalálni, ezeket az ajándékokat, és akarjuk és tudjuk ezeket az ajándékokat a te dicsőségedre, a gyülekezet épülésére, a szolgálat, a testvérek felkészítésére használni. Könyörgök én is a Zsolt testvérünk szolgálatáért, a tévében végzett szolgálatáért, hogy hatékony legyen az, hogy eljusson a te üzeneted mindazokhoz, akik hallják, akik látják. Kérünk, hogy a kiskörösi szolgálatot is áld meg, az előttünk lévő alkalmakat is látod, az idősek otthonától a napközisek látogatásáig sorba-sorba. Kérünk, hogy te áld meg ezeket az alkalmakat, hogy ne a mi szolgoskodásunk legyen ez, hanem a te áldásodnak a forrása. Kérünk, hogy légy velünk a hét további részében is. Amen.
Úr Jézus, köszönjük a mai üzenetedet, köszönjük az énekben elmondott üzenetet is. Szeretnénk rád figyelni, hogy a te vezetésed alapján tudjuk a mi munkákat végezni. Kérünk, hogy áldj meg minket az elkövetkező napokban is, hadd tudjunk a te képviselőid lenni a mi életünkkel. Amen.